hanem egyszerű halászokból lett apostolok hirdették a népet. Hallgassátok és lássátok akkor most Szent Márton történetét, aki Krisztus születése után 316 évvel a Római Birodalom Pannonia tartományában látta meg a napvilágot. Szamária városában született, röviden azután, hogy Nagy Konstantin császár uralmával lezárult a véres keresztény üldözések kora, keresztények is szabadon gyakorolhatták vallást. Márton szülei rangos emberek voltak, apja légiós tisztként szolgált, és a szolgálat végén Itáliában kapott földbirtokot, családjával együtt oda költözött. Amíg gyermek Márton itt ismerkedett meg a keresztényekkel, és már egész fiatal korában elhatározta, hogy maga is keresztény lesz, és remeteként fog élni. Szülei azonban pogányok maradtak. Apját katonai eskü kötötte az istenként tisztelt császárokhoz, ezért ellenezték Márton döntését. Így történt, hogy Márton titokban kérte felvételét a keresztények közé. A város püspöke örömmel fogadta őt. A keresztjelével megjelölte homlokát és kézrátétellel jelezte, hogy Márton immáron a keresztény egyház hittanulója, akinek életvitelével bizonyítania kell, hogy méltó a keresztség felvételére. A pogány szülő azonban még mindig reménykedte, hogy Mártont jobb belátásra bírhatják. Apóra jött nekik egy császári rendelet, mely a katonák fiait is szolgálatra kötelezte. Apja bejelentésére a 15 éves ifjút elfogták, megkötözték, és katonai esküre kötelezték. Mivel Márton nagyon fiatal volt még, egy lovas csapatnál kezdte meg a katonai szolgálatot. Katonai évei alatt is elkötelezett keresztényként élt. Távol tartotta magát a katonákra jellemző kicsapongásoktól, és megelégedett egyetlen szolgával, akivel különösen emberségesen bánt. Jóságával, alázatával és türelmével nagy tiszteletet hívott ki katonatársai körében is. Katonaként is úgy élt, mintha szerzetes lett volna. Támogatta a szegényeket, enni adott az éhezőknek, és felöltöztette a mezítelleneket. Az evangélium aprócska magja így terebélyesedett egyre nagyobb tává Márton jellemében. Egy különösen hideg télen Márton légiójával Amiens városánál állomásolott. Kis csapatával a városba indult. Késő este sűrű hóesésben érkeztek a város falaihoz. Segítsetek, vitéz urak! Éhes vagyok, napok óta koplalok, a hidegben baj megvagyok, szálljátok meg a nyomorult koldus. Az itt a falastunkat adjuk oda! Mi is éhes, fáz, ne álljatok oda! Hallgassatok, bizonyosan azért előtt szerencsétlen a tudunkba, mert Istennek mondta embert, ahogy segítség alba. Hogy akar segíteni? Hisz a mi életünk is átért. Valóban. Csak innen már kenyerem, meg kell sem tudom. De jobb kenyerem, meg azt van. Legalább a hidat kell tudni. Most mondom meg, hosszú évet élek. Most már te hoznak annyit a fejben. Nem, barátaim. Ha jót tettem, de átjárja a szívet, aki másokban segít, meg nem vezetni. Thank you.
Remeteségbe vonult, de olyan sokan követték, hogy
hogy az hamarosan szerzetesi közösségé alakult körülött. Szigorú szabályzat szerint éltek. Ruházatuk egyszerű volt, nem rendelkeztek személyes tulajdonnal, imádsággal és munkával teltek napjai. Márton számtalan csodát is tett, betegeket gyógyított, sőt több alkalommal még halottakat is feltámasztott. Személyisége és egyszerűsége miatt különös tiszteletnek örvendett. Így történt, hogy Túrváros polgárai is püspöküknek kívánták megválasztani. Ő azonban elrejtőzött az őt kereső polgárok elől. Helyükön templomot épített és sorra alapította a kolostorokat. Tisztelete halála után is töretlenül felfelé hívett. Új kápolnák és templomok egész sorát emelték tiszteletére. Városok helyezték magukat oltalma alá, csodás életútjáról legendák és himnuszok születtek. Nagyon szépen köszönjük!
Köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöttetek, és itt vagyunk velünk ezen a szép ünnepen. Szeretettel várunk mindenkitől, akinek egy kis teára, egy kis forralkóra és egy kis süteményre. De előbb lesz egy kis játék. Jó, tehát aki szeretne jönni játszani, egy kicsit az legyen szíves, hogy Edina az ide jönni, jó? Edina itt van közé. Jaj, de ügyesek vagy.